Hivatalosan is átvette mandátumát Baranya 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hoppá Péter elmondta, a választók akaratából Szili Katalin eddigi rekordját elértük. Immár nekem is egy listás és 4 egyéni, összesen 5 országgyűlési mandátumom van. A politikus 22.898 szavazattal nyerte meg az április 3-ai választásokat. A másik pécsi mandátum, Mellár Tamás mandátum az kevesebb szavazatot érdemelt, így a szekszárdi és a kaposvári egyéni országosi mandátum is kevesebb szavazatból született meg, tehát nekem azt mondhatjuk, hogy a Balatontól délre fekvő nagyvárosoknak a legnagyobb szavazatszámával adták meg a választók a bizalmat. A településekkel közös együttműködések, fejlesztések, illetve az eddig lefolytatott társadalompolitika felívelése mind kellett ahhoz, hogy újra mandátumot szerezzek, tette hozzá Hoppá Péter. Az elmúlt 4 év munkája pedig tovább folytatódik a körzet 18 településén. Arra készülök, hogy szoros kormányzati együttműködéssel itt a Baranyai térség, ami 2015 nagyon lezüllött és nagyon meggyengült infrastruktúrájában is és termelékenységében is ennek a baranyai térségnek a felíveltetését szolgáljam és tovább dolgozzam ennek érdekében. Az már most biztos, hogy Baranya 2. választókerületében 4 település is kiemelt kormányzati támogatásban részesül. Ezek Szemely, Orfű, Cserkút és Nagykozár. A jövőben további projektek megvalósításáért dolgozik majd a képviselő.